a Zett elleni egy-egy után beszélgetünk, mivel hivatalossá vált, hogy búcsúztuk az első osztálytól. Mennyire nehéz ezt most elfogadni, feldolgozni? Nehéz ilyenkor azért mit mondani. Ez egy nehéz szituáció. Jelenleg most még azért kell egy kis idő, amíg nyilván megemésztjük, ha bár most azért benne volt a levegőben, meg azért így teltek a heteink, de attól függetlenül, amikor így elérkezik mégis az a pillanat, akkor azért mégis nehéz. Igen, ott lógott már egy ideje a levegőben. Az edzőtök azt mondta, hogy ő a felcsút elleni meccs óta érzi azt, ugye, amikor ott a hajrában elment a három pont, hogy már nincs meg bennetek a hit. Ezt te is így érezted magatokon, a csapaton? Hát mondhatjuk talán, hogy a hit egy picit akkor úgy alább hagyott, de egyébként összességében én a csapaton azért nagyon sok mérkőzésen éreztem azt, hogy akart, megcsinálta. Nyilván voltak idők, amikor azért nem volt mögöttünk az a mankó, ami kellett volna, de tényleg azért sok összetevős ez a kiesés. Igen, nyilván sok összetevős, de tényleg te hol érzed, hol sikolhatott ez félre? Tényleg sok mindent ki lehetne emelni. Én szerintem a leges legelején mondanám talán, amikor ott az első 6-7-8 fordulóban ott is ilyen hasonló döntetleneket értünk el, és nem tudtuk a magunk javára fordítani a mérkőzéseket egy győzelemmel, és egyre jobban ment el az önbizalmunk, onnantól pedig felülkerekedett rajtunk ez a sikertelenség. Az neked külön, meg akár Szívecski Donátnak mennyire nehéz, hogy ugye másodszor élitek már ezt át? Hát most erre mit mondja, kétszer olyan nehéz, mint hogyha egyszer történt volna meg. Viszont vége még nincs a szezonnak, hogy hogyan lehet, mi lesz a cél az elkövetkező meccseken? Becsület, vagy miért fogtok harcolni, küzdeni? Hát szerintem csak más, vagy nincs más lehetőség. Mindenki úgymond a becsületér, meg úgymond a csapatér, hogy másikkal azért ne már kimezett a két mérkőzésen hátra. Jövőn ilyenkor már gondolkoztok, vagy az odébb van? Mi jár a fejedben? Hát most még egyelőre ez a két meccs.